Már csak pár nap van hátra az iskola kezdésig, aminek az egyik fő jelzője, hogy az intézményekbe megérkeztek a tankönyvek. Így a Sátor a Jóhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskolában is már javában zajlik az átvétel. Az intézmény körülbelül 2 hónapja megkapta az értesítést, hogy melyik napon szállítják a könyveket. Ugye szortírozzuk a könyveket osztályok szerint, és amikor jönnek a pedagógusok majd hétfőn, akkor megkapják, fölviszik a tantermekbe, és majd a szeptember 1-i napon vihetik el a tanulók a tankönyveket. A darabszámot tekintve az körülbelül 120 ezer tankönyv meg munkafüzetet jelent, úgyhogy elég nagy számú anyag érkezett hozzánk, de ennek egy része majd be fog kerülni az iskola könyvtárába, hiszen tartós tankönyvé lesz nyilvánítva. A munkafüzeteket, ami tulajdonképpen nem kerül a könyvtárba, mert azt átvétel után, illetve használat után ez majd selejtezésre fog kerülni, majd tanévvégén. De ezek a tankönyvek, ezek tartós tankönyvek, ami azt jelenti, hogy a könyvtári állományunkat bővíti, és akkor ebből egy részét vissza tudjuk forgatni majd a következő évfolyamokra. A nyári szünet hamar eltelt, de az intézmény igazgatója szerint nem tétlenkedtek ez idő alatt. Nyár az mindig egy ilyen felújításról szól nálunk, vagy korszerűsítésről. Ez történt az idején is meg. Itt rendbe tettük az intézményünknek a hátsó kerítését. Igaz, hogy még csak belülről a szeptemberben fog majd befejeződni ennek a munkálatoknak a vége, tehát szeptemberben történik meg a kerítés kívülről történő festése, burkolása. Az idei tanévet azzal várjuk, hogy főleg olyan munkákat végeztünk, ami esetleg inkább ilyen korszerűsítésnek mondható, ami azt jelentette, hogy tantermeket újítottunk föl, főleg padlózat cserére kell gondolni, elvégeztük a szükséges tisztasági meszeléseket, illetve olyan helyiségeknek a festését végeztük el, ami legutoljára akkor volt, amikor az iskola indult, tehát több mint 10 évvel ezelőtti termeket újítottunk föl. A 2022-23-as tanévnek is hasonló célokkal indulnak, mint az elmúlt években. Minden tanévnek van egy munkaterve, amit elkészítünk, vagy minden tanévre készül egy munkaterv. Ezekben már a munkaközösség vezetőkkel, így a nyári szünet végén már azt mondom, hogy történt egyfajta egyeztetés, tehát ilyenkor áttekintjük azt, hogy milyen évforduló lesz az intézményben, milyen olyan kardinális esemény van esetleg az iskola életében, amire rá kell készülnünk, meg melyik azok a hagyományok, amelyeket szeretnénk folytatni, és ennek megfelelően fogjuk fölépíteni a munkatervet. Nyilvánvaló, hogy ezt nem 3-4 ember dönti el, hanem ezt majd a tantestület elé fogjuk vinni itt az alakuló ülés, illetve a tanítvító értekezleten, és akkor fogjuk ezt végleges formába önteni. A tanévet augusztus 31-én kezdik a Sátor a Jóhelyi Református templomban Isten tisztelettel, majd szeptember 1-én már rendes munkarenddel indulnak a pedagógusok és a diákok, tette hozzá Mészáros Csaba.